Hívtunk hozzád valakit, aki nagyon jól ismert téged. Jézusom. A Jézusom. Felolvasok egy-két jelzőt, amit egyszer ő írt rólad, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy rájössz-e, hogy ki ő. Következő. Egy végzetes, egy cafka, egy ártatlan, egy jellemtelen, egy szegény, egy áldozat, egy elkényeztetett, egy szenvedélybeteg, egy kicsattanó, egy rafinált, egy buta, egy szűz, egy erotikus, egy dusgazdag, egy jellegtelen vakegér. Nem merem mondani. Mondhatnám azt, hogy sokat köszönhetsz neki. Igen. Sokat tanultál tőle. Igen, ő lesz az? Máté tehát, hogy én? Máté Gábor. Hát a Krizsó vendége Máté Gábor. Hello. Máté Gábor. Eljöttél? Gábor, foglalj helyet nálunk. Hát ezt te írtad Patriciáról, igen, sok minden más mellett is, és ő előbb elmesélte, hogy tulajdonképpen neki köszönhet, vagy neked köszönhető, hogy felvették a főiskolára, mert végül is te választottad ki. Te mit láttál meg benne a felvételin? Szerencsére én láttam őt máskor is, tehát... igen, ez furcsa, de nem mindig a felvételi sikerül valakinek. Tehát a Patriciát láttam Zalaszentgróton egy jelenetben, amikor egy ödönfó horvátot csináltatok az Asernál, és akkor úgy láttam, hogy a Patricia nagyon tehetséges. Volt olyan kritika, akár a főiskolán, akár később, ami így nagyon beívódott, és úgy azóta is él benned, és arra odafigyelsz? Nem, valahogy ez nem, de szerintem törlök, de hát, hogy nem igazán. Nem tudom, nem igazán. Nincs ilyen, olyan, ami nagyon fájt volna, vagy nem. Patricia nagyon-nagyon rejtőzködő volt a színpadon, tehát lehetett tudni, hogy ő belőle lesz valaki, de azért, hogy a napi tevékenységben azért ő szerette magát kivonni a munka alól. De most ezt hogy érted? Hát úgy, hogy nem haltál bele, hogy... Mint hogy sokan belehalnak, vagy bele akarnak halni. A napi munka, hát azért... Nem, nagyon rendesen osztálybizalmiként, nagyon, hát azért egy csomó mindent nem. Nagyon jelen volt, jelen volt, ez igaz. De igen, de ő az a fajta, aki elkezd ragyogni, amikor megérzi ezt a... Szóval amikor a közönség elé kerül, ahogy nyilván itt is érzed, akkor fölcsillan, és mindent meg tud csinálni. Nem? Nem így van? Na. De azt gondoltuk, hogy játszunk egy kicsit, mert tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy vajon mennyit tudtok, különösen Gábor Patriciáról, mi az, amire emlékszik az életedből. Úgyhogy Kristóf mindjárt hoz be két jegyzetfüzetet igazából, mert hogy szeretnék feltenni kérdéseket, és azt szeretném tőletek kérni, hogy ilyen viszintesen jó nagy betűkkel, hogy aztán a közönségnek meg tudjuk mutatni, válaszoljatok, de ne lessétek a másik válaszát. Válaszoljatok arra, hogy mi az, amire ti emlékeztek, és aztán majd megbeszéljük. Ja. Milyen színű haja volt Patriciának a felvételin? Na nézzük, várjál, még a Gábor ír. Nem vagy benne biztos? De egy oldalra csak egyet kell nézni? Szerintem egy oldalra csak egyet. Igen. Föl kell mutatni? Hát szóval nem mutassuk meg, nem? Tehát, hogy ez nem maradja meg a ti titkotok. Szőke, na hát ez bejött. Igen. Tényleg? Jaj, igen. De. Annyi haja volt neki, hogy azért lásd be, ez nem volt könnyű nem, kérdés. Nem, abszolút nem. Most nagyon izgultam, mert... Na, következő. Volt a főiskolán, nem tudom, akkor ez már egyetem volt, vagy még főiskola, ugye? Szóval volt a főiskolán egy olyan gyakorlat, hogy el kellett állítólag mennetek az állatkertbe, és állatot kellett választani magatoknak. Na, milyen állatot választott magának Patricia? Kérdőjeles, tehát nem emlékszem. Na nézzük meg, hogy mi ez, ami... Hát ez nem jött be! Miért gondoltad, hogy valami madár? Hát tippeltem, nem? Béka, nem emlékszem. De még
Nem? Nem. Még a Máték pont szoktak, a Mészáros Máték ezen viccelni. Képzeld, elfelejtettem. Na jó, de nekem nagyon sok tanítványom van, és mindenkinek kell állatot választani. Tehát ez nagyon nehéz kérdés volt. Ez még nehezebb volt, mint a De különben hajszín. Ezzel mi a célod, hogy megmutassuk, hogy bárki bármilyen állat lehet, vagy? Nem. Hát ez... Na, megpróbálom röviden, mert hát gondolom. Tehát az állatok megfigyelése, az egy, tehát egyáltalán megfigyelésre való képesség, ez az egyik. A másik meg az, hogy az állatoknak vannak olyan mozdulataik, olyan tehát egy fizikai gyakorlat ez tulajdonképpen. Tehát meg kell, nagyon alaposan meg kell figyelni az állatot, és fél évig dolgozunk ezen, hogy egyre tökéletesedjen az a fajta mozgás, és aztán különböző állatokat összeeresztünk a színpadon, és akkor ott egymásra kell reagálni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a színésznek, ugye amikor a színpadon van, bejön hozzá egy másik szereplő, akkor történik vele valami, és nem csak itt kell, hogy történjen, hanem fizikálisan is kell, hogy történjen vele valami, és kialakul így egy ösztönös cselekvés, amit a színésznek magáévá kell tenni. Ez a legfontosabb része. És az, hogy a megfigyelés, tehát az, hogy először állatokat figyelünk meg, aztán embereket figyelünk meg, akkor ennek egyre komplikáljuk ezt a feladatsort. Volt még egy ilyen típusú feladat. Az volt a feladat, hogy foglalkozást is kell választani magatoknak. Na, milyen foglalkozást választott magának Patricia? Persze. Ezt honnan tudom? Hát ugye. Nem emlékszem. Nem tudom. Azt hittem, hogy varrónő, de... Kirakatrendező. De az majdnem. Majdnem. Igen. És mi pont kirakatrendező? Mert az is kb. Így azt mondja, jó, ezt akarod, jó, akkor itt az ollóval így iszti, rendben, az megvan? Ugye, volt az az olló. Te ezzel gondolt, hogy varrónő volt. Meg van akció, vagy nem tudom, azt is így felírtam, de ezeket mind ilyen nagyon-nagyon slendriánul és megsértődve, hogy ez a színház és művészeti főiskola. De figyelj, egyébként attól nem tartott, hogy azt fogják mondani, hogy nem kötelező ide járni, kedves Patricia, viszontlátás. Nem, azt nem. Mert? Egyszer volt az, hogy a Horvai annyira megbántott egy Csehov lányok, Shakespeare fiúk jelenet, és akkor nagyon kikérte magának, és nagyon csúnyákat mondott, és akkor volt egy olyan pillanat, hogy nekem ez nem kell, hogy én innen elmegyek, de akkor még akkor is inkább azt gondoltam, hogy ezt én kikérem magamnak. Most már biztos, hogy nem így csinálnám a főiskolának az első egy-két évét, de akkor nem voltam még így magamnál, és nem azt hallottam meg, hogy mi az, ami, tehát hogy mit kéne jobban csinálni, hanem csak megsértődtem a Horvaira, hogy lehet nekem ilyeneket mondani. Benne csövetődött fel soha, hogy azt mondani, hogy... Nem. Hát ezt ki kellett bírni. Hát nagyon nehéz dolog az, ugye, tehát aki, majdnem mindenki így van ezzel, ahogy a Patricia, de az alapokat el kell sajátítani. Tehát ha nem előről kezdjük, hanem a közepén, akkor az egy hibás. Tehát olyan, mint hogyha egy háznak nem rakjuk le az alapját, hanem azért, mert annyira szeretnék már konyhába lenni, hát gyorsan megépítem a konyhát. Aztán utána összedől a ház. Tehát le kell rakni az alapokat. Valamilyen módon azért a Patricián is ez fogott, nem sokat, de azért abból is lehet tanulni, hogy a többiek mit csinálnak, ezt lásd be. Igen. Tehát az ember ott van és figyeli a többieket, akkor már olyan, mintha ő is csinál. Hát, ugye? És akkor kikérted magadnak, hogy te miért nagyon rendesen. Hát most már kiderült, hogy gyakorlatilag egy teljes évet nem dolgozott, mert kifogásolt, hogy miért ez a feladat. Na jó, van egy könnyebb kérdés. Na, hány pasia volt a főiskolán, na, Patriciának? Te számszerűleg? Hát, de legálisan számoljuk, vagy tehát, minden, a legális... Hát amire tudni lehet, tehát ugye a titkos légyotokat, azt nem tudjuk el... Hát vagy lehet, hogy azt is tudja Gábor, én nem tudom. Azért komoly fejtörést okozott a másik oldalon, csak mondom neked. Na, nézzük.
Ez pá, hoppá. Négy. Hogy négy? Hát mit nevezünk? Tehát, hogy azt számoltad, aki alatt fölvettünk? Igen. Mert az még volt az első fél kettő? Évben. Igen. Ne hazudj. De hazudj. Legálisan. Ja jó, legálisan. Ja, legálisan. Hát az legálisan. Volt a válasz, hogy legálisan. Én nem mondtam, amiről tudni lehet. Azt mondta. Akkor három, de nem négy. Akkor három. Oké, akkor három. Azt írtam volna, hogy három vagy négy, de oké, legyen három. Tehát kettő volt a legális. Vagy várjál? Az egész főiskola? Igen, hát az, nem tudom, hát az négy év. Az négy év, az szerintem négy. Tehát, de három. Akiről akkor... én tudok, az négy. Milyen érdekes, ez az ember töröl. Igen. Maradjunk annyiban, hogy legálisan három. És... De négy. Igen. Neki volt igaza. Na. Na jó van akkor. Legalább ebben. Pedig ez érdekel a legkevésbé. Hogy milyen béka volt, az jobban érdekel, de ezt tudtam. Mert ez pek. Na, számoknál maradva, hány dioptriás volt a szemüvege a főiskola elején Patriciának? Ez nehéz, mert az más volt, mint amit aztán hosszabb volt. Más volt a felvételinél is. Mert nekem romlott közben az szemem. Aha. Hát lehet, hogy a feladatoknak köszönhetően, nem? Tehát, hogy... ez jó. Ez szellemes volt. Őszintén nem értek a dioptriákhoz, tehát egy súlyos számot fogok fölírni. Azért ez úgy van, hogy azért, tehát, hogy... Mi a túli? Tíz alatt maradjunk, és tíz inkább azért maradnék. Így a... Hát a túlig az sok minden lehet, de mondjuk azért... mi a legnagyobb? Hát szerintem 8-9 az igen? Még belefér. Én azért úgy hallottam ilyeneket, hogy az... 8 és fél lett a vége. Tehát ugye? Amikor megoperáltak, akkor 8 és fél volt. De amikor felvettek... Akkor nyilván több volt. Kevesebb. De mi a romlás az a mindig romlás. Az, hogy valamiből egy... Na jó, ezt se tudom. Tehát... Ja nem, úgy van, tehát, hogy a romlás az úgy igen? Van a dioptriánál, hogy egyre magasabb lesz. Aha. Már legalábbis tehát amikor megoperáltak, akkor 8 és fél igen. Volt, és úgy operáltak 8 és fél lel, de nem 8 és fél lett. De. Na de hányról? 40-ről? Hát nem, lentről számolj. Visszafele. Tehát volt egy, mondjuk egy egyesed, és lett egy 8 és felesed? Hát képzeld. Igen. Na de hát akkor nem sikerült a műtét. Valakinek van egy egyes szeme, és csinálnak bele egy 8 és feles. Egész egy kis izéje szemüvege volt, és a végén, a főiskola végén már egy szódás üveggel nézett ki. Hát ez ezt jelenti, nem? Hát én azt sem értem, hogy mi az, hogy mínuszszor mínusz az plusz. Hát a mínuszszor mínusz az azt jelenti, hogy kurva hideg van, nem? Nem az jelenti, hogy már egész meleg van. Na, nem értem a feladatot. Tehát kell mondani egy... Számot, ami kisebb, mint 8 és fél. Na jó. De sokkal kisebb vagy. Fölírtam egy számot. Nem annyira. Tessék. Mit írtál? 5, hanem 6 és fél. Megzavart ez az egész. A saját hülyeségem zavart. Soha nem írtam volna 6 és felett különben. Nem? Nem. 9-et írtam volna először. Aztán mondtad, hogy 8 és félre javult. Tudom, ha nem lehetett 9, mert rosszabbat kell, akkor 13-as. Nem tudom. Na de már se 8, hát 6 és félre is szinte nem lehet látni, nem? Tehát, hát nem is látod. Ja? Hunyorogtam. Hát hunyorgott, tehát az egész felvételi ebből állt, hogy... És akkor ott rimánkodtunk neki a felvételi bizottság, hogy nyissa ki a szemét. Pillanatra kinyitotta, és utána megint így csinál. És akkor megkérdeztük, hogy van-e remény, hogy ezt ki fogja nyitni a 4 év alatt. És akkor mondta, hogy nem nagyon. Tehát hát így volt. Nem így volt? Mi nem nevettünk ilyen jókat. Teljesen kétségben voltunk első, hogy lesz egy színésznő, aki nem tudja kinyitni. De miért szántad egyébként rá magadat a műtétre? Azért, mert már ez elviselhetetlen volt, ez a 8 és fél? Nem, hanem a... egyébként az érdekes, egy vaklány szerepét próbáltam tavaly ilyenkor, várj, míg sötét lesz, és ott többnyire egy fekete kendővel végig, és ott akkor elkezdték mondani a kollégáim, hogy hát még nem műtettem meg, mert olyan sokan megcsinálták már, és olyan jó lesz, és én már mentem egyszer-kétszer ilyen
műtétre, hogy hát, ha ez érdekel-e, vagy nem tudom, de az első az megbukott azzal, hogy szemüveges volt az orvos. És mondtam, hogy, tehát, hogy így ezt így hogy, tehát most ő fog engem megoperálni, és azt éreztem, hogy nem, aztán a másodikban nem volt semmiféle bizalma, még ennyi se. És gondoltam, hogy akkor teszek egy próbát. És meggyőztek a kollégáim elsősorban, meg aztán ez az orvos is. Nem féltél, mert ez azért valamennyi kockázat biztos, hogy van egy ilyen... Nem, mondom, hogy amikor eldöntöm, akkor már nem félek, vagy nem izgultam aznap olyan nagyon, vagy nem tudom, hanem csak sokáig ültem azért ezen, hogy ezt megtegyem-e, vagy ne. Nincs több quiz kérdésünk, de azért a kérdésből még nincs vége. Jó. Mert hogy volt egy film, nevezetesen a Szerelemtől sújtva című film, ahol mindkettőt szerepeltettek. Patricia volt a főszereplő, neked igazából mondhatjuk, hogy a hangod volt a főszereplő, de a történet lényege, hogy Patricia szeretője volt Gábornak. Ez okozott bármilyen problémát bennetek, vagy ilyenkor már nincs olyan, hogy tanárdiák viszony? Hát akkor azért okozott. Szerintem most már nem okozna. De hát én akkor harmadéves főiskolás voltam, amikor ezt forgattuk, ezt a filmet, akkor azért ebben volt valami ilyen furcsa. Meg arra emlékszel, hogy annak kapcsán elvittek minket egy fotózásra? Ahol az annak kapcsán volt? Az annak kapcsán volt. Hát jó pár év múlva. Nem, mert hogy a film egy év múlva jött ki, de hogy az annak kapcsán igen, volt. Igen, azt nem tudtam. Egy ilyen nagyon, nagyon elit újság, ilyen film noir módon megidézett színészekkel képeket, és a... Mi az a film? Postás mindig kétszer csengett, tehát kellett lefotózni, ugye tuszakoltuk egymást egy konyhaasztalon, és az olyan nagyon furcsa. Az még akkor is furcsa volt. Hát az az most is furcsa. Remélem, nem ez a következő kérés. Még egy kis meglepetéssel készültük, hogy hajlandó vagyok rámászni a Patriciával. Nincs asztal? Ez van ide, ide beesnék. Hát ide nem. Tehát, hogy... Ezt vissza tudjuk utasítani. Ez egyébként elég stabil, tehát gondoljátok. Tehát azért az furcsa volt, mert az ráadásul végképp nem egy színházi helyzet, vagy filmes helyzet, hanem tényleg egy ilyen fotósrangot. Tehát azért az ember nagyon-nagyon kényelmetlenül tudja érezni magát egy ilyentől. De szerintem most már egyébként, hogyha egy ilyen munkában kéne bármilyen ilyen érzelmi férfi-női dolgot, az én részemről nem lennének problémák. Nem tudom. Nekem se. Nekem akkor se volt ugyanúgy. Tehát én azért azt gondolom a tanítványaimról, hogy előbb-utóbb előfordulhatunk valamibe, közös munkában. Én sok tanítványommal játszom együtt. Nem, ez nem probléma. És pláne ez, hát nem, én nem látszódtam. Tehát, például volt egy valami jelenet, én fürdöm egy ízébe, egy fürdőkádba, egész konkrétan abszolút felöltözve voltam benn. De annyira nem látszódott, hogy a Patricia kellett eljátszani, hogy én benn vagyok a kádban. Én tényleg benn voltam a kádban, de totál felöltözve. Tehát semmi nem volt. Neki nehéz dolga volt, tehát azt akartam, hogy sikerüljön neki, vagy jó legyen neki, tehát... Meg azért én ott nagyon kardoskodtam amellett, hogy azt ő kapja meg azt a szerepet, tehát ilyen szempontból. Azt nem tudtam, hogy én leszek majd a partnere, de... ja, ez később derült ki. Igen, de hát azt nem tudtam, hogy esetleg az én leszek. Azt nyomon követed egyébként, hogy mi történik Patriciával? Hát többé, kevésbé. Hát a Patricia ugye mindig szerepel valahol, ugye, tehát én is annyit tudok, mint a kedves néző. Nagyjából nem úgy igaz, vagyok. Mert a nagy döntéseknél például néha leültünk ez és felhívtam. Ez igen. Igaz. Persze, de egyébként nagyon... Akkor elszerződök egy-egy színházból, akkor leülünk ebédelni. Igen, de tényleg. Persze. De nekem ő nagyon fontos. Tehát én szeretem őt nézni. Igen. Szeretem nagyon a Patriciát, mint tőlem független színésznőt is szívesen nézem. Őt jó nézni szerintem. Tehát van a lényében valami, amitől az ember szívesen nézi. Ez nem minden színésszel van így szerintem.
Beszélgetés csúcson kell abba hagyni, szerintem ennél nagyobb dicséretet már nem fogsz kapni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon itt voltál. Hova tegyem ezt? Ezt hagyd itt nálunk ezen a jó kis asztalon, hát ha tudjuk még használni valamire. Köszönöm. Máté Gábor volt a vendégünk. Hondának meg. Jó, hívlak én. Okay. Ugyanott megyek ki, ahová jöttem? Igen. Nem könnyű. Okay. Van valaki a te környezetedben, akiben ez elég erőteljes problémát okoz már, ami veled történik. Meg is fogjuk tudni ezt most mutatni. Janka. Olyan izgatott vagyok. Tudja, még sose voltam pszichológusnál. Kérem, lazuljon el, Janka, nincs semmi baj. Azért vagyok, hogy segítsek. Na, miről akar beszélni velem? Hát, nem is tudom, hol kezdjem. Úgy érzem, romokban az életem. A megfelelési kényszerem áldozata lettem. Jaj. Ne fogalmazzon ilyen drámaian, azt hagyjuk meg a színészeknek, jó? Hát ez az. Pont az egyikük tett tönkre. A gazdim, akit a világon a legjobban szeretek, és olyan szeretnék lenni, mint ő, mert fantasztikus nő és alfa nőstény, de nem bírom tovább ezt az életformát. Napról napra sorvadok. És nem fogok többet atletizálni se. Hogy mit csinálni? Tudja, Patrícia rákapott a sportra. És ezért én is elkezdtem futni. Na de állandóan azt kiabálja, hogy suhanj, suhanj. Hogy én? Még a kuvasz is félreértette. Azt hitte, őt akarom el és megkapni. Jaj, Janka, tényleg kutyául érezheti magát a bőrében, de miért akar ennyire hasonlítani rá? Mert vágyom az elismerésre, meg az ajnározásra, hogy a lábaim előtt heverjen a félvilág. Félre ne értsen, örülök a sikereinek, de mondjuk a kihívó viselkedése nem tetszik. Minden este mással csókolózik, ráadásul nyilvánosan. És néha szinte csupaszon flangál. Látja? Erről beszélek. Komolyan feláll a hátamon a szőr. Bár csak beszélhetnék vele, mint nő a nővel, hogy ezzel rossz fényt vett magára és a női nemre. Múltkor az az utálatos törpeuszkár is beszólt nekem miatt a játszótéren. Janka, ne folytassa. Nem én vagyok az, akinek ezt el kell mondania. Vegyen mély levegőt és álljon elé ezzel. Az nem lehet, hogy kutyába se vegye magát. Igaza van. És köszönöm. Már attól kutyabajom, hogy mindezt kiadhattam magamból. Megyek és tisztázok vele mindent. Mégiscsak az életemről van szó. A kutyafáját. Janka, ez nem az! Hello, följössz ide? Igen. Na hát lehet tisztázni, kérem szép. Hát hello. De jó. Ez is jó. Ez jó meglepetés. Egyébként azért nálatok nem lehet annyira rossz kutyának lenni. Tehát nem, egyáltalán nem rossz. Nem. Olyan érdekes, hogy itt elmondta itt a sérelmeit, ami vicces nyilván, de picit rátapintottatok. Van bennem egy lelkiismeret furdalás, mert én egy ilyen nagyon, nagyon kutyás ember voltam mindig. És amióta van a gyerekem, azóta egy picit a kutyásságom az picit elmúlt, vagy a prioritások megváltoztak az életemben, és ezért van néha lelkiismeret furdalásom miatta is, meg volt nekem a nagy kutyám a Károly, a Vizsla, aki nyáron elment, úgyhogy picit lehet, hogy szomorkodhat, igen, mert hogy nem tudok annyit lenni, tehát hogy én tényleg folyamatosan a kutyáimmal voltam is, és most néha várniuk kell. De szóvaztad Károly kutyádat, és tizenhány évig volt vele? Tehát nagyon sokáig. Hát igen, 14 a vége. Igen. 14 a vége, tehát őt előbb kaptad meg, mint Gusztos Pétert, a férjedet. Volt valamilyen párbaj az urak között? Tehát Károly beengedte könnyedén a ti életetekbe? Hát a Károly majdnem fél évig szerintem a minden egyes szerelmi együttlétet a fürdőszobában töltötte. Mert amint egy pici bújás vagy csók volt, akkor közénk állt és ugatott. És akkor fél évig tartott. Nem, talán nem volt egészen fél év, de nagyon sokáig kellett őt elzárni, mert egyébként nem tudott volna ez a kapcsolat kibontakozni. És aztán ott az volt a szerencséje a Péternek, hogy fut. És elkezdte elvinni a Károlyt futni, és akkor lettek ilyen férfi programok, és ott, igen, abszolút.
és ott megbarátkozott vele. A Károly az teljesen úgy viselkedett, mint hogyha én az ő csaja lennék. Ez egészen elképesztő volt, és én is úgy gondoltam rá, hogy egyszer meg fog szólalni, szóval mint egy ilyen elvarázsolt kisfiú, aki így erre az életére azt kapta, hogy itt nálam legyen kutya, de hogy egyébként egy ember. Igen. Ugye akkor végül is Péter azért azt az akadályt legyőzte, hogy a kutyával nem nagyon kellett egy idő után már küzdeni. Azt mennyire könnyű legyőzni egy színésznő férjének, hogy a feleségének az a foglalkozása, hogy más tölelget, más csókolgat, hát sokat... Hát hívjuk be és kérdezzük meg tőle. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok. Sok színésznőnek, meg színésznek ez egy probléma, amikor civil a párja. Nekünk ez eddig soha nem okozott semmilyen problémát. Ő teljesen jól külön tudta választani ezt, meg én mindig mondtam, hogy ez ezzel jár. Tehát a velem való élet az ezzel jár, és hogy ezt vagy megszoksz, vagy megszöksz. És soha nem volt ebből probléma. Szeretnénk neked megmutatni szájakat. És szeretnénk, hogyha megmondanád, hogy kinek a szája. Jézusom. Csupa olyan szája, kihez volt közöd. Már szinte. Valamilyen módon? Valamilyen módon. Nem már. Ez az Anger? Hát nem. Na most ez azért nem tudom, tudják-e, hogy azért Anger Zsolt volt az egyik nagy szerelme, tehát azért de egyáltalán nem tudom, ez valahogy olyan szó, ki ez? Hát itt a nézőtére hallottam valakit, tessék, itt azt mondják az első sorban, hogy Csányi Sándor, hát nézzük meg. És igen. De én a Csányival mikor csókolóztam? Hát állítólag te csókolóztál az SOS szerelemben. A Csányival? De a Fenyő Ivánnal? Nem. És nem csókolóztál a Csányival? Nem. Soha? A Csányival az asztali... Vagy de... De még abban sem, még a Riviera című előadásomban sem csókolóztunk szerintem. Én tudod, nekem nincs olyan élményem, hogy csókolózom a Csányi Zsanyival. Mondtad először, hogy szoktál törölni, tehát nem lehet, hogy a törlés. Nem, tényleg nem. Tényleg? Nem. Hát az SOS-ben biztos, hogy nem. De a maximum a Riviera című előadásomban, de ott is szerintem így csók nem volt. Jézusom, ez olyan rossz, ez olyan zavarba ejtő, most úgy. Ez a száraz dénes. Nem? Nem? Hát figyelj, én nem tudok neked ebben segíteni, mert én például biztos nem csókolóztam bele, tehát, hogy nem mondom, hogy nem lett volna jó, de mindesetre... Hogy ez a Fenyő Iván. Ja, igen. Na, megvan? Igen. Megvan. De lehetett volna száraz. Na, nézzük igen. A következőt. Jézusom. Jaj, szerintem ez szörnyű így ki. Hát ez a Gusztos Péter. Na jó, van, annyira izgultam érted. Tényleg, mutassuk akkor meg Gusztos Péter arcát. Mondom, hogy te ezt se találod ki, akkor nagyon kellemetlen lenne. Okay. Egyébként mindig csukott szemmel csokolózom. Ez az Anger. Na. Ez megvan? Oké. Okay. Jó, megvan hozzá a feje is. Igen. Jézusom. Nem tudom. Nem tudod? Nem. Nem. A serre nem csókolózom, hát ez a lényeg. Egyáltalán nem, de volt már egy kicsit közelebb kerültetek egymáshoz. De eltolom. Tehát nem. Tehát igazi csók, azt hiszem, nem. Vagy volt, vagy pici. De ott az állna arról szól, hogy ezt nem akarom. Igen. Hát ez egy nő. Ez a Grillus Dorka. Igen. Na igen, ez az utolsó, azért mondjuk sokat segített, igen. Nem a rúzs igen. A száján, tehát ez egy ilyen... A Dorka. Más mondjuk egy nővel csókolozni nőként, mint egy férfi partnerrel? Nem. Van egy olyan feladat a főiskolán, ahogy csókpofon jelenetek. Egy főiskolán mindenki megüti a másikat valamilyen módon, férfi, férfit, nő, nőt, férfi, nőt, tehát minden van, és mindenki mindenkivel csókolózik, és ez egyszer csak, ez egyáltalán nem számít ebbe semmi. Ez olyan, ez hozzátartozik a munkánkhoz, teljesen mindegy, hogy kivel kell csókolózni. Sokkal nehezebb dolgok vannak a színházban, meg a filmen. Sokkal nehezebb lelkileg megmutatni valamit, mint
mint akár levetkőzni, vagy akár csókolózni valakivel. Tényleg nem. Mert hogy a lelki vetközés az szerinted az mélyebb, vagy intimebb? Tehát ez nehezebb? Hát ez nagyon nehéz megmutatni magadat, vagy gyengének mutatkozni, ártatlannak. Ezek sokkal nehezebb dolgok, mint ledobni a melltartót, vagy nem tudom, igen. De az ettől független valahol kijelentett, tehát, hogy te többet nem fogsz vetközni? Színházban nem fogok vetközni soha többet, mert azzal nagyon rossz élményeim vannak a nézők miatt. Filmen nem zavar, vagy filmen nem okoz problémát, de olyan értelemben meg vigyáznom kell magamra, hogy nem lehet állandóan, vagy tehát, hogy az embert azért nagyon meg kell válogatni, hogy mi az a szerep minőség, amiért az ember ezt megmutatja magát ilyen értelemben. A színházban meg nekem kétszer volt olyan, hogy úgy igazán le kellett vetközni, és én azt érzem, hogy abban a pillanatban civillé válik a színész, hogy ha egy nő levetközik a színpadon, és kukkolás lesz, és olyan sokszor volt rossz élményem, hogy a nézőtéren hirtelen, mintha bábszínházba lettek volna, és így felszóltak. Szóval hirtelen megszűnt a színház varázsa, hanem a kukkolás maradt, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt én többet nem akarom átélni. Azt mondtad az elején, hogy most egy ilyen fél éves kényszerpihenőre, vagy nem kényszer, hanem szabadon választott pihenőre mész, legalábbis nem fogsz újat próbálni. De mi az, amire még nagyon vágysz? Tehát mondjuk fél év múlva mi az, amivel meg kell téged keresni, hogy arra igent mondj? Készültünk egy olyan pilottal, egy olyasmi lenne, mint a Vállótársak, csak egy női film. És én nagyon remélem, hogy a Csillagok meg az anyagi helyzete, szóval lesz olyan tévécsatorna, aki erre rááll, és azt nagyon szeretném eljátszani ezt a szerepet, és nagyon szeretném, hogyha az összejönne. Úgyhogy lehet szurkolni. Mert szerintem vagyunk egy páran, akik nagyon drukkolunk neked ehhez, és nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm. Kovács Patrícia és Janka volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kovács Patrícia. Köszönöm. Ez nem tudomány, hanem a tudomány eredményei alapján történetmesélés, egyfajta szórakoztató ismeretterjesztés. Mint minden jó szülő, olykor-olykor diktátor, hogyha nem is Kim Jong-un, de előtte a Nagy Sándor. Mi adta neked ezt az erőt? Talán, hát részben ő maga, másrészt pedig ilyenkor az emberrel történnek a dolgok, és nagyon sokat gondolkodni nem tud. A mama. Ez a József Attila mama, nem? Akkor átnőttem, hogy kinőttem a szerepet, úgyhogy ezzel a színházi karrieremnek vége. A reggeli csúcsforgalomban a kedves utasok ma az átlagosnál többet emlegették a Jóisten. Ezért döntött úgy a tökéletes nyelv és gondolatfelismerő szoftver, hogy az egyházfőről elnevezett teret az utasok vallási érzékenységére való tekintettel megállással nem háborgatja.